Az orosz-ukrán konfliktus a hétvégén kiéleződött. Az ukránok egyre elszántabbnak tűnnek arra, hogy orosz területeken hajtsanak végre csapásokat. Aztán a Balkánon is nő a feszültség, a koszovói szerbek helyzete egyre inkább tarthatatlanná válik. És végül Moldovának októberben kell szavaznia arról, hogy csatlakozni kívánnak-e az Európai Unióhoz. Ugyanakkor Németország, Franciaország és Románia aktívan harcol ezen a területen az orosz befolyás ellen. Milyen láncreakciót indítanak el ezek a folyamatok? Erre keressük a választ. Üdvözlöm Önöket, én Ferkó Dániel vagyok, ez a Láncreakció. Akik pedig a kérdésekre válaszolnak, Vukics Ferenc katonai szakértő és Mihálovics Zoltán, a Makronom Intézet geopolitikai elemzője. Uraim, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Tehát kiéleződött az orosz-ukrán konfliktus a hétvégén, az ukránok egyre inkább elkötelezettnek tűnnek abban, hogy orosz területeken hajtsanak végre csapásokat, ám nyilván az oroszok nem hagyják magukat. Oroszország drónok, cirkáló rakéták és ballisztikus rakéták sorozatát indította Kijev ellen. Jelentette be hétfő reggel az ukrán légierő. Több sorozatos robbanás rázta meg az ukrán fővárost hétfőkora reggel. A lakosok légvédelmi óvóhelyekre kényszerültek. Harkiv városát is nagyszabású orosz rakétatámadás érte, legalább 47 ember megsebesült. Vasárnap reggel az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy 158 ukrán drónt lőttek le 15 orosz régió fölött szombat éjjel. Köztük kettőt Moszkva felett, közölte a Védelmi Minisztérium a Telegramon. A minisztérium közölte, hogy a legtöbb drónt, 122-t az Ukrajnával határos Kurszki, Brjanszki, Voronyozsi és Belgorodi terület felett lőtték le. Az orosz hatóságok szerint ezek közül 9 gép Moszkva vagy annak térsége ellen irányult. Hát sokan azt mondják, hogy hetek, hónapok óta nem lángolt fel ennyire az orosz-ukrán konfliktus, mint most. Sokan eszkalációtól tartanak. Valóban erről van szó? Hát így van, amióta a ukrán csapatok beléptek orosz területre, azóta érkeznek az újabb és újabb hírek, hogy azóta megpróbálták ezt a Brjanszki területnél is, most nemrégiben Belgorodnál is megpróbáltak egy betörést kieszközölni. Ennek az eredményéről a legtöbb esetben csak napokkal később számolnak be, vagy nem is nagyon tudunk róluk, mert ugye megvárják, hogy mennyire sikeres egy ilyen akció, vagy mennyire nem. És azt is láthattuk, hogy az elmúlt időszakban mindent megtettek annak érdekében, hogy drónokkal, légibombákkal, illetve rakétákkal valahogyan elérjék a mélységben lévő orosz erőket, illetve fontos célpontokat találtak, mint például üzemanyag töltőállomások, vagy olajfeldolgozó üzemek, vagy repterek, ezeket megpróbálják eltalálni, kiiktatni, elsősorban arra hivatkozva, hogy ezekről a területekről támadások érik őket, de aki figyeli a felvételeket, amelyeket közzétesznek, ott látható, hogy amúgy civilek ellen is hajtanak végre támadásokat, tehát egyszerű civil gépjárművek ellen is lezajlanak például dróntámadások ebben a térségben. Fogja ez az oroszokat, az orosz lakosságot hát motiválni, vagy a háború mellé állítani még inkább? Kijev arra törekszik, hogy lehetőleg minél hamarabb, minél jobban bevonja a nyugati szövetségeseit ebbe a háborúba. Körülbelül úgy néz ki, mint egy, ha valaki már csapatjátékokat játszott, vagy harcművészetekkel foglalkozott, akkor tudja, hogy van egy olyan pillanat, amikor úgy érzi, hogy mintha semmi se jönne be, semmi se sikerül, és akkor gondol egyet, hogy valami váratlan próbál húzni, és hát ha az valamilyen szinten sikerre vezet, most körülbelül itt tart az ukrán vezetés is, de a legfontosabb cél továbbra is a nyugati szövetségesek bevonása, ugye erről szólt a kiképzőknek az Ukrajnába telepítése, amit elsősorban ők kezdeményeztek, az északi államok mellett álltak mellettük, és a brüsszeli vezetés. Ugye Magyarország, Szlovákia és Olaszországnak a ellenállásán ez megbukott, és most jelen pillanatban arról szól a helyzet, hogy valahol az ukrán határ mentén fognak majd fölállni ezek az európai kiképzőtáborok, hogy további akár évente 75 ezer ukrán katonát kiképezzenek az ukrán hadsereg részére. Most Volodymyr Zelenszky Washington engedélyét vagy támogatását kérte abban, hogy nyugati fegyverekkel Oroszországon belül még mélyebb és határozottabb csapásokat hajtsanak végre az ukránok. Nem nyitott kapukat dönget? Most miért van erre szükség? Mint hogyha az amerikaiak ezek lényegében a Kurszki behatolással már hozzájárultak volna.
Igen, van egy ilyen olvasata a történetnek, ugye ez múlt heti információ, múlt heti hír, hogy Kijev és Washington tárgyalt aktívan egyébként, meglehetősen aktívan a korábbiakhoz képest, hogy engedélyt kérjenek, hogy nyugati fegyverekkel mélységi csapásokat hajtassanak végre Oroszországon belül. Én azt gondolom, hogy ez viszonylag egy látszat tárgyalás is, hiszen nem gondolnám, hogy korábban már nyugati fegyvereket Oroszország ellen mélységében ne kíséreltek volna meg, illetve ne hajtottak volna végre mélységi csapásokat. A kérdés igazából az, hogy ez korábban milyen mélységben történt, meg orosz területen belül, illetve ugye ezek nagyon nehezen ellenőrizhetők, hogy Ukrajnában Kijev a nyugati fegyverekkel milyen mélységben tud. Ez a milyen mélységben éppen ennek kapcsán, tehát Moszkva fölött is voltak ukrán drónok, tehát úgy tűnik, hogy egyre mélyebben támadna Ukrajna Oroszország területeire? Igen, és erről tárgyalt egyébként múlt héten ugye Washington is Kijev, ugyanis én nem hinném, hogy Washington közvetlenül jóváhagyását adná arra, hogy például most mondok valamit, adott esetben Moszkvát Kijev közvetlenül támadja nyugati fegyverekkel, hiszen az újabb vörös vonal átlépését jelenteni. Viszont ugye itt dróntámadásokról is szó volt, és jól látszik, hogy az oroszok, Moszkva egyébként Irántól vásárolt nagy mennyiségben Shahid drónokat, és Ukrajna ugyanakkor Törökországtól Bayraktar drónokat. És külön misét is megérne egyébként, hogy fejlettségben melyik típus hol tart, de úgy tűnik egyelőre, hogy az iráni drónok azért jóval nagyobb fejlettséget tudtak elérni az utóbbi időszakban, mint a török Bayraktar. Na most nyilván ennek a konfliktusnak az egy új aspektusa, amikor az ukránok elkezdenek egyre mélyebben támadni Oroszországba, akár Moszkváig vagy tovább. Az oroszokból mit válthat ez ki, milyen lépést? Most jelen pillanatban ugye az egyik fő cél, hogy Putyin kibillentsék a helyzetéből. Ugyis Putyin eddig megpróbált az orosz társadalmat elszigetelni a háborútól, és attól a pillanattól fogva, hogy ez a háború megjelent az ország határain belül, ugye ez szerte foszlott. Sok orosz értelmiségének az a véleménye, hogy Putyin nem egy jó katonai vezető, azt viszont elismerik, hogy a szankciók ellenére képes volt az országot egy növekvő gazdasági irányba terelni, és emellett pedig újra tudta éleszteni azt a szinte elhalt hadiparnak a különböző részeit, amelyek tényleg megcsonkításra kerültek Oroszországon belül, tehát ezeket pozitív tartalomként élik meg. Jelen pillanatban nincs az orosz társadalomban jelentős rétege annak, akik mondjuk ne azt mondanák, hogy legalább a négy oblasztjot nem kellene elcsatolni mondjuk Ukrajnától. A leggyengébb nézetek arról szólnak, hogy valahol most a tűzszüneti vonal mentén kellene létrehozni mondjuk egy béketárgyaláshoz szükséges megállapodást, de arról nem beszélnek, hogy mondjuk Kurszkot fölcserélnék bármelyik területért. Szó szerint a legtöbb megkérdezett, akit az utcán megkérdeztek erről, azt mondta, hogy Kurszkot úgyse adjuk oda, azt mindenképpen visszafoglaljuk, de sose fogjuk feladni azokat a területeket, ahol oroszok laknak. Ugye itt arra is gondolok, hogy Putyinból mit válthat ki az, hogyha orosz területeket támadnak. De szó volt már korábban erről, esetleg az atomfegyvernek a bevetése, vagy az, hogy Oroszország Putyin vezetésével elkezd más országokat támadni, nyugat fele elkezd támadni, azt mondja, hogy hát hogyha engem orosz területeket támadnak nyugati fegyverekkel, akkor felhatalmazva érzi magát arra, hogy Ukrajnán túllőjön. Igen, de én azt gondolnám ebben az esetben, hogy az egy következő lépés lenne az eszkalációban. Itt ugye nagyon fontos szerintem tisztában lenni az orosz gondolkodásról, orosz birodalmi mentalitással. Ugye az oroszok hogy működnek lényegében, nekik kell egy erős vezető. Ezt láthattuk egyébként a cári rendszerben is, a Szovjetunió időszakában is volt egy pártfőtitkár, és most is egyébként nem véletlen, hogy Putyin, mint egy erős vezető tud megjelenni Oroszországban, neki lényegében nincs is kihívója. Én azt gondolom, hogy ha Oroszországot minél beljebb támadnák, akkor az Putyin úgy értelmezi, mint egy újabb vörös vonal átlépése, és igen, hogyha ez tartósan megtörténik, akkor értelmezheti egyébként úgy, hogy ő egyébként Oroszországból támadhat nyugati országokat is, viszont itt szerintem érdemes a nukleáris fegyvereket egy kicsit hátrébb sorolni a prioritások tekintetében, hiszen az orosz nukleáris fegyvereket én azt gondolom, hogy csak legutolsó esetben vetnénk be, hogyha például Oroszországnak az állami léte kerülne veszélybe, és egyébként a nyugatnak én azt gondolom, hogy nem érdekel egy gyenge Oroszország.
Azért is kérdeztem, hogy Putyin szembe kerülhet-e a nyugattal, face to face, tehát szemtől szembe, vagy az Egyesült Államokkal, mert Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője, úgy nyilatkozott nemrég egy orosz újságírónak egy televíziós műsorban, hogy elérkezett a töréspont Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolatában. Látszik, hogy Biden elnöksége alatt következett ez be, ami nem véletlen, és hogy az USA évtizedek óta támadja az orosz érdekeket, és azt is mondta Peszkov ebben az interjúban, hogy ami Trump mondott, hogy 24 órán belül véget vetne a háborúnak, ez már nem lehetséges, mert onnantól kezdve, hogy az ukránok betörtek Oroszországba, Kurszkba, egy teljesen új helyzet van. Hát a helyzet az teljesen új, meg egy kicsit régi is. Ugye az ukrán vezetés megpróbálta a nyugatot meggyőzni azzal kapcsolatosan, például a kurszki betörés kapcsán, hogy lám, betörtünk Oroszország területére, nem volt atomcsapás ennek a következménye, vagyis, hogy nyugodtan lehet tovább támogatni még nagyobb engedményekkel Ukrajnát. Ebben benne van az is, hogy sokkal, amit korábban mondtam, hogy sokkal inkább vonódjon be a nyugat ebbe a háborúba, nincs mitől félnie, hiszen látható módon ezek a vörös vonalak igazából csak nyugati kitalációk, ahogyan a Zelenszkij szokta mondani, és valójában ezek a nyugati elképzelések a vörös vonalak kapcsán megbuktak. Azért ne felejtsük el, hogy voltak itt vörös vonalak, amin Oroszország mégis átlépett. Az egyik ilyen volt, hogy például a háború kitörése előtt egy héttel direktben jelezték a NATO felé, hogy ha tovább folytatódnak ezek az események, amelyek Ukrajnában zajlanak, azok ugye katonai, technikai következményekkel fognak járni, és ugye egy hét múlva pedig megindult az orosz támadás. Az azt jelenti, ott is egy vörös vonal átlépése történt meg, tehát hogy léteznek ezek a vörös vonalak, hogyha ezeket megpróbáljuk tagadni, akkor nagy valószínűséggel nagyon rossz irányba kezdjük magunkat kormányozni, de a legutóbbi időszakoknak az eseményei azt mutatják, hogy azért van egy önkontroll a szövetséges országok között is. Például Lengyelország visszautasította azt az ukrán kérést, hogy Lengyelország területéről lőjék ki azokat az orosz rakétákat és drónokat, amelyek ugye fenyegetik Ukrajnát, hogy ebben mégse fognak részt venni. És bár a Daily Beastnek a nemrégiben egyik megjelent elemzése, ugye ott Anna Nyemcova írta, hogy hát elő van készítve a harmadik világháború, és biztosak abban, hogy a három leggyengébb NATO tagországot, a balti országokat meg fogja támadni Putyin. Már november közepén várható a támadás, akkor fognak Narvik város ellen támadást indítani. Már nagyon pontos terveket próbált fölhozni, de ez döntő részében hangulatkeltés a továbbiakban is, reményeink szerint marad is az ezzel kapcsolatos hangulatkeltés. Egy valami viszont biztos, hogy azokat a vörös vonalakat azért kell, érdemes lesz majd figyelembe venni. Most Oroszország a kurszki betöréssel nem ére úgy, hogy ő vesztésre áll, mert addig, amíg a Donbaszban folyamatosan nyerésre áll, jelen pillanatban olyan területeket foglalnak el, amelyeket 10 éven keresztül korábban hiába ostromoltak orosz vagy szakadár erők, és ezeket szinte puskalövés nélkül foglalják el, mert kivonulnak az ukránok ezekből a területekből, és volt olyan nap, amikor 20 000 lakosú városnak megfelelő települést foglaltak el, tehát addig, amíg ők úgy érzik, hogy ők nyerhetnek, most még mindig úgy érzik biztos, hogy nyerhetnek, addig ilyen jellegű eszközökhöz nem fognak nyúlni. Mijálovics Zoltán hogyan értékeli ezt a Dmitrij Peszkov nyilatkozatot, hogy megszűnt annak a lehetősége, hogy 24 órán belül Trump lezárja az orosz-ukrán háborút, mert hogy az ukránok betörtek Kurszkba, meddig folytathatja ezt a háborút Oroszország, vagy meddig akar háborúzni, és Ukrajna? Én azt gondolom, hogy Oroszország mindaddig háborúzni akar, amíg úgy érzi, hogy nyerhet. És ugye itt a kurszki támadással kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy valóban egy viszonylag váratlan ukrán akció volt. Most a zárójelbe tenném, hogy most az Egyesült Államok és a nyugati szövetségesek tudtak-e róla, vagy nem. Itt ebből a szempontból szerintem az a lényeg, hogy Oroszország, én úgy gondolom, hogy az akció után vérszemet kapott, szóval mindaddig nem fog belenyugodni egyébként ebbe, amíg nem tudja visszaszerezni teljes mértékben a kurszki régiót, már csak azért is, mert energetikai szempontból az nem mellékes terület Oroszország energetikai vérkeringésén belül. Engem egyébként, ha itt a háború kezdete itt előkerült az előbb, itt engem az lepett meg, hogy mennyire nem tanult egyébként a Nyugat és az Európai Unió a 2014-es esetből. Ugye
jól látható, hogy lényegében 10 év, mostanig számolva 10 év alatt azért Oroszország azért fel tudta készíteni a gazdaságát, hogy valamiféleképpen ellenállóbb legyen a szankcióknak, mint 14-ben volt. És én nem azt mondom, hogy a szankcióknak EU-s részről ne lett volna haszna, hiszen a szankciók elengedhetetlenek voltak abból a tekintetben, hogy valamiféle tárgyalási pozíciót eszközöljenek, tárgyalási pozíciót tudjanak elérni. Az már másik kérdés, hogy egyébként az olajszankciók tipikusan ilyen, hogy annak semmi hatása nem volt, szinte érdemben szignifikáns hatása nem volt az orosz nemzetgazdaságra, és egyébként a háború kezdetén is a neves nyugati jellemző cégek is azt mondták, hogy Oroszország, hogy a SWIFT rendszerből kizárták például, hogy csak egyet említsek a szankciók közül, mennyire meg fogja sínyleni, és hogy mennyire hamar meg fogja adni magát, és tárgyalóasztalhoz fog ülni. Ez nem következett be. Én azt gondolom, hogy a nyugat itt félreértékelte a helyzetet a 14-es helyzethez képest. Koszovó érzékeny pont Szerbia számára, most itt ismét fellángoltak az indulatok ezen a területen. Razziát tartott a koszovói rendőrség a szerb kormány észak-koszovói szerveinek épületeiben péntek este. A szerb miniszterelnök határozottan elítélte Pristina lépését, közölte a szerbiai közszolgálati televízió. Pénteken a koszovói hatóságok 5 a belgrádi kormányhoz kötődő önkormányzati irodát kutattak át a Szerbia északi határához közeli Szerbetnikumú területeken. A helyi önkormányzat illegális párhuzamos intézményeit, amelyek Szerbia utasításai szerint a koszovói köztársaság alkotmányát és törvényeit megsértve működtek, bezárták. Áll Albert Krasniki, Koszovó helyi közigazgatási miniszterének közleményében. Szerbia és Koszovó között hónapok óta nő a feszültség, miután az év elején olyan szabályozást vezettek be, amely az eurót tette Koszovóban az egyetlen törvényes fizetőeszközzé, és gyakorlatilag megtiltotta a szerb dinár használatát. Ezek az intézkedések feldühítették Belgrádot, amely továbbra is finanszírozza a koszovói szerb etnikai kisebbség egészségügyi, oktatási és társadalombiztosítási rendszerét. A feszültség kiújulására azt követően került sor, hogy a Koszovó és Szerbia közötti az Európai Unió és az Egyesült Államok által támogatott tárgyalások tavaly nem vezettek megállapodásra. A Szerbiától délre található Koszovót Szerbia ősi szerb területnek tartja, az ott élő koszovói albánok viszont nem így gondolják. 2008-ban Koszovó kikiáltotta függetlenségét Szerbiától, ám ezt Szerbia nem ismert el, és más országok sem azóta. Ez tehát a konfliktusnak az alapja, és most hallottuk, hogy mi történt, hogy koszovói albánok megpróbálták megakadályozni, illetve nem fogadják el azt, hogy ezen a területen élő szerbek magukat kormányozzák. Mi készül itt? Hát aki figyelte a legutóbbi önkormányzati választásokat ezen a területen, azt láthatta, hogy a végén azt a hibát is elkövették a koszovói kormányzat részéről, hogy 3-4%-os szavazati arányjal rendelkező személyeket is kineveztek polgármestereknek. Hát ez minden, csak nem demokrácia, illetve nem az eszkaláció elkerülésének az útja. Tehát, mintha törekednének arra, hogy folyamatosan ezek a feszültségek tovább nőjenek. Valószínűleg a koszovóiak úgy gondolják, és az albánok úgy gondolják, hogy ezt a szerb kisebbséget valahogy ki kellene szorítani az országból, és ennek érdekében olyan életkörülményeket kell tudni teremteni, amelyek lehetetlené teszik számukra az ott tartózkodást. A szerbek természetesen pont azért tartják fönn akár az egészségügyi ellátást, vagy az oktatást, vagy a nyugdíj ellátást ezen a területen, és fizetik az ott lévő ilyen jellegű szolgáltatásokat, mert szeretnék ezen a területen megtartani a szerb kisebbséget, hiszen ők a területről továbbra sem mondtak le, és nekik az igényüknek az egy fontos tényezője, hogy ott továbbra is ezen a területen szerbek élnek, és ez folyamatosan jelzi, egy fontos jelzőfény annak, hogy ők igényt tartanak erre a területre. De közben ugye a koszovóiak, az albánok, és amúgy különben például az Egyesült Államok ugye katonai együttműködésben gyakorlatokat tartanak, a különleges műveleti erők, a úgynevezett koszovói védelmi erők, amelyek valójában egy hivatalos hadseregként funkcionálnak, szintén folyamatos felkészítéseket végeznek, és döntő részében ugye felkelés elleni műveleteket gyakorolnak be, és ezt ugyanúgy tisztában vannak ebben a szerbek is, akik ugye például Mitrovica környékén élnek, és nem úgy tűnik, mintha enyhülnének a feszültségek, tehát ha
ha látnánk legalább, tehát akár a szerb részről, akár pedig az albán részről láthatnánk olyan megoldásokat, amelyek valamifajta közeledésről szólnának, akkor azt gondolnánk, hogy itt majd nem fog kirobbanni, tehát van esély annak, hogy nem fog kirobbanni a közeljövőben egy konfliktus, de jelen pillanatban nem ezt látjuk. Ja, azért is beszélünk erről az egész helyzetről, mert itt is az áll fenn, mint az orosz-ukrán háború esetében, hogy nyugati erők, ugye a KFOR erők ott állomásoznak Koszovóban, közel egy ortodox állam Szerbia határainál, és a nyugat itt is erősen szorítja Szerbiát arra, hogy ne akarjon igényt tartani Koszovóra. Igen, itt Koszovó helyzete, mint ahogy említette te is, 2008 óta igazából napirenden van, és ha a Szerbiát megkérdezünk egy átlagos szerbet, hogy mit gondol Koszovóról, azt mondja, azt fogja mondani, hogy Koszovó nem létezik, az ENSZ által irányított terület. És ezzel szerintem le is írtam a szerb politikai gondolkodás egy szegmensét ebben a tekintetben. Ugye Koszovóval mi az alapvető probléma? Az idők során a különböző demográfiai, szociográfiai változások következtében, ami egyébként még a jugoszláv időkben kezdődött, 90%-os többségbe kerültek a most Koszovónak ismert területen az albánok, és néhány északi tartományban vannak csupán szerbek, meg esetleg még délen vannak, de ott zömében kisebbségben, és a szerbek aránya nagyjából ilyen 8-7-8%. Na most az a probléma, hogy itt a jugoszláv idők alatt egyébként az albán nyelvű iskolarendszer rohamosan elkezdett fejlődni, ugye 96 és 99 között volt egy koszovói háború, rengetegen elmenekültek, és a hazautalásokból egyébként az albánok, koszovói albánok felvásárolták az olcsó szerb ingatlanokat nagyon, nagyon magas áron, és egyébként ennek a következtében szerbek egyébként átköltöztek inkább Szerbiába, és ez a gyökere egyébként a mostani helyzetnek is, és én azt gondolom, hogy itt most ugye itt a dinár kontra euróról volt szó, és hogyha nem tudják a szerbek, mármint a szerb anyaország finanszírozni tovább a koszovói szerbek társadalombiztosítási alrendszerét, itt rövid távon biztosan nem lesz békés megoldás. Na most itt kicsit nézzük meg azt, hogy milyen erők feszülnek még egymással szemben. Emmanuel Macron francia elnök augusztus 29-én és 30-án látogatást tett Belgrádban, és aláírt a 12 francia Rafale harci repülőgép leszállításáról szóló megállapodást, tehát Szerbia támogatásáról döntöttek ilyen formán, és érdekes, egy fotó bejárta a médiát, hogy Soros György fia, Alex Soros pedig egy fotót tett közzé, ahol az albán elnökkel pózolt Tiranában. Albánia nyilván Koszovó támogatója, hiszen ott albánok élnek, tehát az egyik oldalon ott van Franciaország, fellép Belgrád támogatójaként, és megjelenik Soros György és az ő alapítványa albán oldalon. Azért el szeretném mondani, hogy a Kurszki betörés kapcsán szintén Soros érdekeltség érkezett meg, és Kijevvel tárgyalt, gyorsan azzal kapcsolatos, hogy merre felé mehetnének az események tovább, ilyenkor sose jó jel. Annyit azért el tudunk mondani, hogy az ifjabbik Soros az nyár végén rendszeresen Albániában valami oknál fogva ténykedik, és rendszeresen megjelenik ott, különböző tájékoztatókat tartanak, előadásokon vesznek részt, és a helyi üzletemberekkel és a politikai elitnek a vezetőivel is beszélgetnek, döntő részében a saját érdekeiket próbálják érvényesíteni, és itt a nagy kérdés, hogy akkor a Franciaország most tette egy lépést, amit amúgy különben nagyon sokan nyugaton furcsán fogadtak, hogy mi az, hogy egy komoly fegyverrendszert megpróbálnának eladni a szerveknek. Azért is nem támogatják Szerbiát, csak jó pénzre eladnak neki fegyvereket. Így van, de hát ugye miközben azt látjuk, hogy amúgy a szerb érdekeket az elmúlt évtizedekben következetesen próbálták visszaszorítani ebben a térségben, és ebben Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban hasonló elképzelések voltak, és hát azért ne felejtsük, hogy ez a terület valójában Európának, az Európai Uniónak, Törökországnak, az Egyesült Államoknak is egyfajta határ érdekszférája, tehát ott megtörténnek különböző típusú összeütközések, és most azt láthatjuk, hogy ha áttekintünk a határ másik oldalára is, tehát például Boszniába, akkor láthatjuk ott például a boszniai szerb köztársaságnak a felszámolására is tesznek kísérletet, és döntő részében amúgy a bosnyákok elkötelezettek, hogy a szerbeknek és a horvátoknak is amúgy a jogait valamilyen úton módon korlátozzák.
korlátozzák. Most a fő cél a szerb köztársaságnak a ketté választása, két különböző kantonná és a nevének az elvétele, ami amúgy az 1995-ös békeszerződés teljes felrúgásával ér együtt, vagy jelenik meg, mis után a szerbek annak idején Szerbiához akartak csatlakozni, de erre nem adtak nekik lehetőséget. Az utolsó, amiben bele tudtak egyezni, az, hogy maradnak a bosnyák államszervezeten belül, de kvázi önálló államként próbálnak funkcionálni. Most ez is feloldásra kerül, és akkor azt látjuk, hogy itt fokozatosan albán érdekek mozognak szembe szerb érdekekkel, és akkor hirtelen megjelenik ez azok a megnyilvánulások, akár például az albán részről, hogy minden Koszovó elleni akció, vagy támadás, vagy vélemény, az amúgy Albánia elleni támadást is jelent, és ők persze meg számíthatnak a nyugati szövetségeseknek a támogatására bármilyen ilyen jellegű problémában. Szerbia elnöke most azt mondta, hogy nem lát esélyt arra, hogy az évtized vége előtt Szerbia csatlakozna az Európai Unióhoz. Lehet, hogy a szerbek nem akarnak már annyira az Európai Unióba menni, mert úgy érzik, hogy a nyugat nem az ő javukra dönt, például egy Koszovó ügyében? Én azt gondolom, hogy azért a szerbek, Belgrád azért alapvetően tudna profitálni az uniós tagságból, de a gyorsított eljárás jelenleg nem reális forgatókönyv. És egyébként itt szerintem a Nyugat-Balkánt érdemes bizonyos szempontból egy egységként kezelni, ugye a magyar soros elnökségnek is az egyik prioritása a nyugat-balkáni EU csatlakozás, integráció bővítés érdemi előrehaladása. Ugyanis ha megnézzük, akkor réz, lítium és nikkel tekintetében a nyugat-balkáni térség egy gócpont. Ugye nemrégiben volt Szerbiában hír, hogy a Rio Tinto Jadar lítium projektjel 22-ben ugye beszüntették, mert tiltakoztak a zöld szervezetek, és most a kormány adott olyan iránymutatást, hogy újraindítanák, amivel átvenné Portugáliától a lítium termelés vezető szerepét Európában. Szóval ebben a tekintetben és nyersanyagok tekintetében, zöld átállás tekintetében szerintem mindenképp kulcskérdés a Nyugat-Balkánnak a mielőbbi integrálása az EU-ba. Most rövid szünet következik, majd azzal folytatjuk, hogy Moldova fontos szerepet játszhat az orosz-ukrán háborúban. Az ország most elnökválasztásra készül, amelyet az oroszok is szeretnének befolyásolni. Ezzel is folytatjuk, tartsanak velünk a szünet után is. Folytatódik a Láncreakció adása Vukics Ferenccel és Mihálovics Zoltánnal. Moldova fontos szerepet játszhat az orosz-ukrán háborúban, az ország most elnökválasztásra és népszavazásra készül, amelyet az oroszok is szeretnének befolyásolni. Október 20-án a moldovaiak nem csak az elnökválasztás első fordulójában szavaznak, hanem országuk Európai Uniós csatlakozásáról is. Maia Sandu moldovai elnök újraválasztását az ország visszafordíthatatlan európai sorsához kívánja kötni. A közvéleménykutatások szerint a moldovaiak többsége az EU-hoz való csatlakozást szeretné, de az októberre tervezett szavazás előtt a vélemények továbbra is megosztottak. A határozottan Európa párti Maia Sandu idén ősszel újraválasztásra pályázik, és szövetségesei attól tartanak, hogy Oroszország is megpróbálja majd befolyásolni a szavazást. Németország például Franciaországgal és Romániával együtt 2022 óta részt vesz a Moldova támogatási platformban, amelyen keresztül a nyugati országok dollárszázmilliókat ölnek az ország katonai és egyéb szükségleteibe, biztosítva ezzel az ország vezetésének stabil, orosz ellenes irányvonalát. Ezen kívül Moldova az AFU-nak szánt nyugati fegyverszállítások és az ukrán gabonaexport fő tranzitközpontja. Moldováról is azért beszélünk az orosz-ukrán háború összefüggésében, mert Moldovában megjelenik mind az orosz befolyás, mind pedig a nyugati befolyás, és most az uniós csatlakozásról történő népszavazás, meg az elnökválasztásnak a tétje is ez, hogy ki kerekedik felül a nyugat, vagy Oroszország ki. Hát amelyik nyugati elemzőtől olvasunk erről az országról valamilyen anyagot, akkor mindenki arról beszél, hogy ennek a Ukrajnának és Moldovának a sorsa össze van kötve, vagyis hogy döntő részében például az ukrán ellenállásnak a minősége vagy a sikerei biztosítják például a moldovai függetlenséget vagy annak a függetlenségnek az elérésének a lehetőségét, és hát abban is hasonlítanak egymásra, hogy ahogy Ukrajnában egy polgárháborús állapot alakult ki, és ennek következtében mondjuk egy európai integrációt úgy kell megoldani, hogy közben van egy feszültségekkel terhelt zóna,
mondjuk a Donbassnak a térsége, ahol orosz érdekeltségek vannak, és így kellene megvalósítani az uniós csatlakozást. Ugyanezt el tudjuk mondani Moldváról, ahol Transzisztriában szintén hasonló a helyzet, ahol szintén orosz érdekeltségek vannak, és ugye ennek a nehézségeivel kellene valamilyen úton, módon integrálni az országot, mondjuk az Európai Unióba. Ez itt a nagy kérdés, hogy a végén hogyan tud majd a moldovai elit valamilyen úton, módon megegyezni a transzisztriai elittel, hogy a feszültségeket feloldják, és valamifajta közös nevező irányába működtessék el. Emellett meg nem szabad elfelejteni, hogy Moldova most egy furcsa helyzet van, mindenki elmondta, hogy az orosz befolyás ellen hogyan fog küzdeni, végülis azt látjuk, hogy a moldovai választást az oroszok is befolyásolni akarják, meg a nyugatiak is befolyásolni akarják, vagyis most, hogy az fog nyerni, akinek a befolyásolása nagyobb mértékben fog érvényesülni, tehát döntő részében még mindig nem arról beszélünk, hogy Moldova esetleg tehetette önálló lépéseket azzal kapcsolatosan, hogy meghatározza saját magát és a különböző irányultságait. Természetesen egy Európai Uniós integráció az jót tehet az országnak. Jelen pillanatban az ország a fele lakosságát elveszítette, akik mind a nagyon rossz népesedési mutatók miatt, mind az elvándorlás miatt, miután az Európának a legszegényebb országáról van szó, és most ráadásul súlyosan érinti az az energiaéhség, ami megjelent az országban, miután eddig jelen pillanatban döntő 100%-ában orosz energiahordozóktól függött az országnak a sorsa. Most alezredes úr említette Transzisztriát, ami Moldovának a része, egy de facto állam, szakadár állam. Itt az orosz befolyás erősödik, illetve van meg, ugye itt orosz békefenntartók is állomásoznak. Ebből a szempontból is kérdezem, hogy merre dőlhet el akkor ez az uniós választás? Tehát egyáltalán a transznyisztriaiak is szavaznak majd ezen a népszavazáson, ahol oroszok élnek, vagy orosz barátok élnek. Hova dőlhet el ez a választás? Akkor csatlakoznak az unióhoz a moldovaiak, vagy sem? Igen, itt az uniós csatlakozás mióta felreppent Moldova kapcsán, és úgy több ország kapcsán. Igazából a fő kérdés, az egyik fő kérdés, ami mind a mai napig nincs tisztázva, hogy ha Moldova csatlakozik az Európai Unióhoz valamikor, amikor olyan állapotban lesz, akkor az Transznyisztriával együtt, vagy nélküle történjen meg, és ebben mind a mai napig egyébként nincsen kimondva semmi konkrét. És itt egyébként érdekes megjegyezni azt, hogy márciusban összeült a Dinesztermenti kongresszus, pontosan azért, mert a 2000-es évek közepe óta egyébként Moldva blokkád alatt tartja ezt a szakadár államot, és sokszor fordult elő, sőt a mai napig is előfordul, hogy alapvető élelmiszerekhez egyébként nem jut hozzá az ott élő lakosság. És ugye október 20-án lesz népszavazás, és a népszavazással egy bekötött elnökválasztás. Ugye mi a mostani moldáv álláspont, moldovai álláspont? A mostani álláspont az az, hogyha a népszavazáson legalább 33% részt vesz, és igenlő, a többségbe kerül az EU-hoz való csatlakozás tekintetben az igen szavazatok száma, akkor belefoglalják az alkotmányba, a moldovai alkotmányba, hogy az ország stratégiai érdeke az Európai Unióhoz való csatlakozás. Ez nyilván orosz érdeket sért, és kérdés, hogy Oroszország, itt ugye említésre került, hogy vagy Oroszország vagy a Nyugat tudja inkább befolyásolni majd a választást, de azt gondolom, hogy egyébként, hogyha Transznyisztria egyébként nem tudna úgy dönteni a Moldávia, hogy nem csatlakozik Transznyisztriával együtt, csak a mostani Transznyisztrián kívül leső moldáv rész csatlakozik az Unióhoz, akkor úgyis belemennének az integrációba. Van egy katonai vetülete a történetnek. Az ukránok, orosz csatornák szerint az ukránok azt fontolgatják, hogy meg kéne támadniuk ezt a bizonyos Transznyisztriát, ami Moldova része, de orosz befolyás alatt áll, mert ezzel hatalmas presztízsveszteséget okozhatnának Putyinnak és a Kremlnek. Mennyire reális ez az ukrán cél? Milyen erők állnak itt egymással szemben? Már 2022-ben hallhattunk erőteljes kijelentéseket az ukrán fél részéről, hogyha ezt tőlük kérik, például a szomszédos ország tőlük kérik,
kéri, akkor felszabadítják Transznisztriát az orosz elnyomás alól, de ugyanezekben az időszakokban megfogalmaztak olyan kijelentéseket is, hogy ha kell, akkor ők elmennek Koszovóba és rendet raknak az ott lévő szerbek között, ugye egy kicsit a nyugati világ hadseregeként apostrofálta akkor magát a kijevi vezetés, ezt most nemrégiben amúgy Zelenszky megerősítette, hogy a világnak, a biztonsági struktúrának az egyik legfontosabb része az maga Ukrajna és az ukrán haderő, ami ezt biztosítja, és hogyha azt mondjuk, hogy József Borrell pedig azt mondta, hogy ha akarnak európai haderőt, az az ukrán haderő. Az ő véleménye szerint az az ukrán haderő. Tehát, hogy az ilyen kijelentések az elmúlt években se voltak túlságosan visszafogottak az ukrán részről. Erre az oroszok persze természetesen folyamatosan ráerősítenek, hogy a saját narratívájukat tudják erősíteni. Körülbelül 1500 katona, valamivel kevesebb, mint 1500 katona, orosz katona tartózkodik ezen a helyen, ahol amúgy Európa egyik legnagyobb lőszeraktára is található. Még a régi szovjet időkből maradt itt. Amúgy az elképzelhető, hogy mondjuk ennek a lőszeraktárnak a döntő többsége az már inkurencia anyag, vagyis hogy már nem nagyon használható föl, mert lejártak a szavatosságok, de az biztos, hogy olyan mennyiség anyagról van szó, ami például mondjuk egy ukrán hadseregnek az utánpótlásában jelentős segítséget tudna biztosítani, tehát bármi megtörtént. A románok diplomáciában nagyon erősek, vagy inkább ügyesek, ravaszak, ezt Trianon kapcsán mi magyarok is megtapasztalhattuk. Lehet, hogy most a románok kelet felé terjeszkednének? Klaus Johannis román és Maia Sandu moldovai elnök augusztus 31-én aláírta a Moldova ellenálló képessége megszilárdítását célzó kétoldalú együttműködésről szóló nyilatkozatot, amely Románia segítségét irányozza elő Moldova rosszindulatú orosz befolyása elleni küzdelemben. Johannis gratulált Maia Sandunak az európai integráció útján megtett történelmi lépésekhez, és Bukarest ebben betöltött stratégiai szerepét hangsúlyozta. A román elnök szerint az elmúlt 10 évben ez volt a román külpolitika egyik legnagyobb sikere. Eközben a román kormány tárgyalásokat kezdett a moldovai köztársaságban található Iurgulesti nemzetközi szabadkikötő megvásárlásáról. Ezt a stratégiai lépést Marcel Sziolaszu miniszterelnök jelentette be először 2023. szeptemberében. Románia azon törekvése keretében, hogy Ukrajna újjáépítési törekvéseinek egyik fő logisztikai és kereskedelmi csomópontjává váljon. Iurgulesti kikötője a moldovai köztársaság egyetlen tengeri hajók számára hozzáférhető kikötője. A Duna 133,8 km-nél az ország déli részén, a román és az ukrán határon található. Tehát ha azt mondtuk, hogy a Koszovó a szerbek számára érzékeny pont, akkor Moldova a románok számára érzékeny pont, hol Romániáé volt, aztán a Szovjetunióhoz került, és most azt mondják a románok, hogy Giurgiulesti kikötőjét, ami Moldáviában található, szeretnék megvásárolni. Vajon mi célból? Hát az egyik, azt nézzük meg, hogy kitől akarják megvásárolni. Természetesen van moldovai állami cég, de az a moldovai állami cég az Európai Központi Fejlesztési Bank tulajdonában van. Tehát az Európai Központi Fejlesztési Banktól fogják a románok megvásárolni ezt a kikötőt, amelyik amúgy 39 kilométerre van a tengertől, mert a Moldovának nincsen tengeri kikötője, csak ez viszonylag egy elég mély kikötő, egy folyami kikötőről van szó, amit azért jól lehet fejleszteni, és megfelelő kapacitásokkal lehet majd bővíteni. Annak idején az elmúlt években megjelentek elemzések azzal kapcsolatosan, hogy való 2020-tól fogva egy Sandu megérkezett a moldovai elnöki palotába, attól a pillanattól fogva egyértelmű, hogy valahogy az ország abba az irányba tart, hogy megtörténjen a Romániával történő egyesülés. Ennek három változatát, szenárióját dolgozták ki annak idején. Az egyik ugye a gyors csatlakozás, amelyik arról szól, hogy megjelennek a román szervek, ott a román alkotmányt kiterjesztik erre a területre, megérkezik a rendőrség, a hadsereg, a törvényeket bevezetik, és akkor megtörténik egy átalakulás. A nagy kérdés volt, hogy akkor mi történik Transznisztriában ebben az esetben, és mi történik amúgy a moldvai elittel, aki így jelentéktelenné válik. Az ország mérete, lakosságához képest mi jelentéktelenné válik, nem tud majd dönteni olyan dolgokról, amit eddig megtehetett. A másik az a fokozatos csatlakozás, ami azt mondta, hogy közös helyeket, közösségi tereket kell kialakítani, amiben szépen lassan, fokozatosan Románia átveszi ezeket a fontos gazdasági, politikai, kulturális szerepeket az országon belül, és
egy évtizeden, két évtizeden belül lassan, folyamatosan integrálni fogja az országot önmagához. És ugye a harmadik, az pedig az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos rész, hogy az Európai Unión belül, tehát mind a kettő az Európai Uniónak a tagja, és azon belül jönne létre egy ilyen egyesülés. Ennek ellentmond, hogy pont az Európai Uniós csatlakozás erősítené meg az önálló állam létét, mert ettől a pillanattól fogva már nem volna szüksége arra, hogy minden áron valahogy a román államhoz kötődjön. Ne felejtsük el, hogy a megmaradt lakosságból 1 millió moldvainak román állampolgársága. De azért ez érdekes, nem tudok szabadulni ettől a gondolattól, hogy ugye itt az ukrajnai újjáépítés segítésének a jelszava alatt a románok egy ősi területet, ők Beszarábiának hívták annak idején, Moldovát hát magukhoz csatolnák, vagy édesgetnék. Igen, itt a kikötő kapcsán érdemes egyébként megjegyezni, hogy Moldovának úgy egyébként nincsen másik kikötője. És ugye itt olaj- és gáztranzit állomás is üzemel ebben a kikötőben, és itt ugye itt az ukrajnai újjáépítés, valamikori újjáépítés kapcsán, ugye a románok ellenőrzést szeretnének a kikötő fölött szerezni, ugye az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, mert ugye most ők irányítják, ellenőrzik, ahogy ez elhangzott, mivel ezt szeretnék logisztikai központnak, ugye az újjáépítés kapcsán, egyébként a konstancai, román konstancai kikötővel párhuzamosan, és ebben egy meghatározó szerepet szeretnének gyakorolni, ami az ukrajnai újjáépítést illeti. Viszont itt azért meg kell jegyezni, hogy a maga a kikötő egyébként egy 2005-ös ukrán-moldáv terület csere kapcsán tudott egyébként csak megépülni, és Ukrajnának egyébként van egy most is szárazföldi útvonal, ami a kikötőn keresztül igazából Ukrajnából Ukrajnába vezet, és ez volt az akkori megállapodás része is, hogy ezt biztosítsák a moldávok, amint megépült a kikötő, viszont itt azért az orosz érdekek is azért sérthetnek, úgymond, viszont az oroszok nem tudnának eljutni erre a területre, anélkül, hogy Odesszát elfoglalnák, és erre figyelembe véve az orosz-ukrán háborúban a tengeri hadszíntér alakulását nem hinném, hogy erre reális esély van. Azt minden esetre a román gazdaság és diplomácia nagyon jól csinálja egyébként, hogy augusztus 28-án például nevezetesen konkrétan erről tárgyaltak, erről a memorandumról, hogy a románok, Románia esetleg a kikötő fölött ellenőrzést gyakorolhatna. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na most azt figyelembe véve azt, hogy Románia, az Európai Unió és Washington előretolt helyőrsége itt a világnak vagy Európának ezen a pontján, és ott áll vele szemben Oroszország, az, hogy románoknak ilyen céljaik vannak, hogy mondjuk Moldovát magukhoz kapcsolják, az, hogy az ukránok egy Moldáviához tartozó, ám de orosz befolyás alatt lévő területet, Transnisztriát megtámadnának, hogyan hathat mindez az orosz-ukrán háborúra? Hát ugye az eszkaláció, amikor kitört a háború, az elején arról beszéltünk, hogy hol folytatódhat. És akkor nagyon sok elemző beszélt arról, hogy ez a háború kiterjedhet akár Transnisztriára is, kiterjedhet a kaukázusi térségre is, vagy esetleg újabb konfliktusokat indíthat el, például a Balkánon. Tehát ez számításba volt véve már az első pillanattól fogva. A románok valójában azt teszik, amit a történelmi szükség eddig nekik megtanított, amikor van egy ilyen történelmi lehetőség, például, hogy mindent rá lehet fogni, például Ukrajna támogatására, ugye ez megtörténik az Egyesült Államokban is, hogy bármit rá lehet fogni, hogy Ukrajna támogatása érdekében történik, vagy Európában, hogy minden Ukrajna támogatása érdekében történik, akkor ők rá tudják fogni ezt is, hogy a saját céljaikat hogyan tudják összehangolni egy ilyen nagy közösségi célra, és erre hivatkozva utána azokat az eredményeket elérni, amit a történelemben meglepő módon szinte csak nekik sikerült. Vukics Ferencnek és Mihálovics Zoltánnak köszönöm szépen az elemzést, önöknek a megtisztelő figyelmet köszönöm a felelős szerkesztő Ján Kászpár nevében is. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk Láncreakció című műsorunkkal, amelyben megmutatjuk önöknek a válságok hátterét és más fontos összefüggéseket. Tartsanak velünk holnap is a viszontlátásra, viszonthallásra.